kormány adócsökkentési politikája koronavírus válságban is folytatódik. A kisvállalati adó mértéke január 1-től 1 százalékponttal 11%-ra csökkent. Így 2021-től a KIVÁ-val még nagyobb adóelőny érhető el. A KIVA keretszabályozása is kedvezőbbé vált. Ugyanis a belépési értékhatár 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra, a bennmaradási értékhatár pedig 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra emelkedett. Az adócsökkentés és a PM tavaly évvégi tájékoztatási akciója eredményes volt. 2020. decemberében 12 ezer cég jelentette be, hogy 2021. január 1-től a KIVÁ-t szeretné alkalmazni, így az újonnan jelentkezőkkel együtt már több mint 60 ezeren élnek a KIVA lehetőségével. A kisvállalati adó az Európai Unió legversenyképesebb adófajtája, amellyel a vállalkozások által megtakarított közteher nagysága is jelentős. Tavaly év végéig a KIVÁ-t választó cégek 185 milliárd forint adót spóroltak meg. Ez az összeg pedig idén tovább emelkedhet. Ez az adófajta rendkívül rugalmas. Példaként említették, ha még egy cég úgy dönt, hogy áttérne KIVÁ-ra, és azt jelzi az adóhatóságnak, akkor február 1-től már KIVÁ-sként adózhat. Azoknak a vállalkozásoknak lehet a KIVA a legjobb választás, ahol látszik, hogy idén a bértömeg nagyobb lesz a nyereségnél, vagy a cég növekedésre fordítja vissza a nyereséget. A vállalkozásokat a PM KIVA kalkulátora is segíti a döntésben. Közölték, nyáron már a vállalkozások egyik legbonyolultabb bevallását, az ÁFA bevallását is a tervezet kiajánlásával segíti az adóhivatal, mindez évente 500 ezer vállalkozásnak hoz jelentős könnyebbséget. A július havi ÁFA bevallási tervezetet készít elő a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ezáltal az Unióban Magyarország az első között nyújt be ÁFA bevallás kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak. További könnyítéssel számolhatnak a kis és közepes vállalkozások, a kezdő vállalkozások speciális, személyre szabott segítségnyújtási időszaka, az úgynevezett mentorálási az eddigi 6 hónapról 1 évre nő. A KKV-k beruházásainak fejlesztéseinek támogatásáról szólva még kedvezőbbé váltak a beruházási értékhatárok. A fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már 200 millió forintos, a középvállalkozások pedig akár 300 millió forintos beruházásnál is igénybe vehetik. Másrészt a fejlesztési tartalék összegét az eddigi 50%-os értékhatár helyett a nyereség teljes összegéig leírhatják az adózók, így a beruházásra félretett profit után nem kell adót fizetni. A koronavírus válságra az egyik legjobb válasz az adócsökkentés, és a gazdasági döntések meghozatalakor ezt mindig szem előtt tartja a kormány.